Color TV heti hír összefoglalója. A stúdióban várja Önöket Tanyi Fanni. Köszöntöm Önöket, október 14-én, jó estét kívánok! Ez itt a Color TV híradója. Lássuk a legfontosabb híreket egy-egy mondatban. Virágos erkélyeket, társasházakat, közintézményeket, vállalkozásokat és gyermekeket díjaztak. Véget ért a Tiszta Virágos pályázat. Rally 2-es bajnokság Kazincbarcikán. Közel 100 autót várnak a versenyre. Idősek hónapja alkalmából adott nagy sikerű koncertet Zorán. Teltház fogadta a Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művészt. Az önkéntesek hetének utolsó napján, október 11-én tartották a Tiszta Virágos Mozgalom díjátadó ünnepségét. Az eseményen Kazincbarcika város önkormányzata és a Város Szépítő Egyesület, a virágos erkélyek, társasházak, közintézmények és vállalkozások mellett díjazták a gyerekpályázatok legjobbjait is. Különböző alkotásokkal és makettekkel telt meg az Egressy Béni Művelődési Központ klubterme. A Város Szépítő Egyesület minden évben versenyt hirdet a Tiszta Virágos Mozgalom, a legszebb virágos erkélyek, lépcsőházak, családi házak, intézmények és üzletek tulajdonosainak. A díjátadó rendezvényen Fancsik József, a Kazincbarcikai Város Szépítő Egyesület elnöke és Pásztor László önkormányzati képviselő is köszöntötte a jelenlévőket. Ma nagyon sok díj kiosztására sor kerül. Én mindig köszönetet szoktam mondani, ahol részt veszek civil szervezetek rendezvényein, hogy óriási szerep hárul a Város Szépítő Egyesület vezetőségére, és itt elsősorban Pancsik Jóska nevét említeném meg. Én nagyon sokszor szoktam mondani, hogy ha ez a generáció kihal, nem biztos, hogy lesznek utódok, akik majd ezt tovább fogják vinni. Kivétel a Város Szépítő Egyesület, ahol ilyen utódok vannak, akik itt megjelentek a mai napon is, és ilyen utánpótlás szervezése zajlik, mint amiről a Pancsik úr, az elnök úr az elmúlt időszakban gondoskodott, hogy ez az időszak ne szakadjon meg, ez minél tovább tartson, és minél vidámzóbb legyen az elkövetkezendő időszakban is. Elsőként az óvodásokat és iskolásokat díjazták, akik képzőművészeti, fotós, filmes és makett kategóriák közül választhattak. A beérkezett alkotásokból ezen a napon egy tárlat is nyílt az Egressy Klub termében. Ezután a legszebb virágos erkély kategória győztesei következtek. Összesen 21 virágos erkély díjazott idén a zsűri. Díjat vehettek át a Tiszta Virágos Lépcsőház és Környéke kategória győztesei, a Tiszta Virágos Családi Ház kategória győztesei, a Tiszta Virágos Intézmény kategória győztesei, illetve a Tiszta Virágos Vállalkozás kategória győztesei is. A díjazottak névsorát a www.colorline.hu weboldalon tekinthetik meg. Közel 100 autót várnak a Kazincbarcikán záruló Rally 2-es bajnokságra. A Wolf Racing Company Kft. Szervezésében rendezik meg idén, október 16-a és 17-e között a Green Plan Kazincbarcika Rallyt, amelynek a város adja a központi helyszínét. Sajtótájékoztatót szerveztek a 11 év után újra megrendezett Kazincbarcika Rally eseményéről. A rendezvényen jelen volt Hadik András, regnáló magyar bajnok, aki tesztjelleggel vesz majd részt a versenyen, Berényi Ákos, az MNAS Rally szakágának vezetője, Olá Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségének elnöke, Plahi László, a Greenplan Energy Kft. Ügyvezetője, Barta Nándor szervező, illetve Rally 2-es versenyző, valamint Juhász István, a Kazincbarcika Rally főszervezője. Cégcsoportunknak nagyon fontos a sport támogatása, fontos az, hogy részt vegyen ezeken az eseményeken, képviseltessük magunkat, már csak a brand véget is, és összességében azért, hogy egy kicsit inspiráljuk az embereket arra vonatkozóan, hogy ki kell mozdulni, és ki kell menni ezekre az eseményekre, érdemes. Nyilván ez egy olyan sportág, ami számomra személyesen is egy fontos kötődés. Annak idején én is versenyeztem, bár terepjáró versenyzésen voltam 10 évig aktív, de ez azért hasonlóan technikai sport és izgalmas. Szeretnénk, hogyha ez a sportág is szinte minden évben visszatérhetne. A Greenplan Energy Kft. Mellett Kazincbarcika város önkormányzata, illetve sok barcikai cég és lokálpatrióta is segíti a verseny szervezését.
A rally központját a Kazincbarcikai Sportközpont területe, a Color City Arena nagyparkolójában kialakított szervizpark, illetve a főtér rajt- és céldobogója adja. A rajt- és céldobogó helyszíne, illetve a szervizpark díjmentesen látogatható lesz. Viszont a gyorsasági szakaszokon lesz belépési díj, de ezt a szervezők próbálják mérsékelt áron tartani. Minden bajnokság nyitott, tehát itt lehet valaki bajnok, el lehet bukni a bajnokságot, akár a dobogóról le lehet csúszni. Itt most hatalmas csatákra készülünk. Bízunk benne, hogy mindenki célba fog érni, mindenki boldogan és kellemesen fog hazaérkezni. A szervezők elmondása szerint a nagy mezőny is képviselteti magát a versenyen, hiszen 3 R5-ös autó biztosan érkezik Kazincbarcikára, köztük 2 bajnok aspiráns is, akiknek egy héttel később a Nyíregyháza rallin kell eldönteniük az Európa-bajnokság magyar versenyének sorsát. A versenyre rajtuk kívül sok komoly autót várnak még a tesztmezőnybe, így érdemes lehet kilátogatni a helyszínekre. Szombaton egy rajdabogóval kezdünk, ez 18:30-kor megy az első éles autó fel, nyilván előtte már előfutók is, hogyha szeretnének részt venni, tudnak jönni, illetve tudomásom szerint kis műsorra kedveskedik nekünk a Festán stúdió a rajdabogó kezdete előtt. Majd ezután az autók egy éjszakai parkolóba mennek a Szabó-Suzuki területén, és onnan reggel 7 órakor kijönnek, egy szervizzel kezdenek, és nagyságrendileg 8 órakor lesznek Rudabányán. 3 kört fognak menni Rudabánya, Felső Nyárás, Sajókaza, Gyorsokon. Minden egyes alkalom után ugye a szervizparkot meglátogatják, tehát itt akkor lehet a versenyautókkal majd találkozni Kazincbarcikán. A Rally 2-es mezőny első autója várhatóan 18:41-kor ér majd a céldobogóhoz. A verseny biztonságos lebonyolítása érdekében a város területén szombaton 12 órától, vasárnap 22 óráig útlezárásokra kell számítani. A korlátozásokról bővebben a www.colorline.hu oldalon tájékozódhatnak. Idősek hónapjának alkalmából lépett színpadra Zorán az Egressy Béni Művelődési Központ színház termében. Az október 12-i koncerten teltház fogadta a Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művészt. Megtelt a nézőtér az Egressy Béni Művelődési Központ színház termében. Október 12-én este 7 órától adott nagy sikerű koncertet a Kossuth és Liszt Ferenc díjas Zorán. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap Könnyű Zene Kollégiumának támogatásával valósult meg. A szervezők a koncerttel eredetileg a költészet napjáról szerettek volna megemlékezni, ami a pandémia miatt csak az Idősek Hónapja programsorozaton tudott megvalósulni, melyen 2 diák így időseknek szóló verssel köszöntötte a résztvevőket. Ahányszor voltunk itt mindig, vagy legalábbis legtöbbször, hát azt az ember a mindent, azt, vagy mindiget, azt nehezen mondja ki, de a teltházak voltak, de hogy úgy tudom, hogy ma is az van. Ez a legtöbb, amit kaphat az ember a közönség részéről, hogy eljönnek, meghallgatják, és sokan jönnek el, mert sokan szeretnék meghallgatni. Csupán jó érzésem van, tehát ezeket nehéz megfogalmazni így egy az egyben, de azt érzem, hogy van egy ilyen jól kialakult együttműködés köztünk és a közönség között. Ez amúgy is egy olyan páros játék, tehát abban az értelemben, hogy mi fölmegyünk a színpadra, elkezdünk játszani, ha jó visszajelzések jönnek, akkor mi még jobbakká válunk, attól a közönség még inkább kinyilvánítja tetszését adott esetben, és ez így egymást tudja fokozni. És Kazincbarcika biztos, hogy azok közé, a városok közé tartozik, az én általam ismert városok közül, amely ilyen szempontból az egyik legjobb, tehát a legjobb visszajelzéseket, a legkellemesebb érzeteket hagyta meg bennem. A koncerten az első 77-es lemezről is felcsendültek az úgynevezett kihagyhatatlan dalok, amik igazán meghatározóak voltak Zorán pályafutása alatt. A műsor olyannyira tetszett a közönségnek, hogy 3-szor is visszatapsolta a népszerű előadóművészt és zenekarát.
Tartalékos rendszerének jelenlegi helyzetéről, a jelentkezési lehetőségekről és a területvédelmi századok feladatairól tájékoztatta a nyilvánosságot hétfőn a Magyar Honvédség a Miskolci Egyetemen. Borsod-Abói Zemplén megyében 16 század működik, csak nem 3000 fővel. A Magyar Tartalékosok Napja alkalmából rendezett esemény célja az volt, hogy a hallgatók körében is népszerűsítsék az önkéntes katonai szolgálatot. Hátok, belenged! Feszteleníts! Egyes lövéssel ejtjük a fegyvert! Magyarországon jelenleg több mint 11 ezer tartalékos teljesít szolgálatot. Ezek a katonák összekötő kapcsot képeznek a civil társadalom és a Magyar Honvédség között. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 16 területvédelmi század működik 3000 önkéntessel. Takács Donát hosszú távú tervei közt szerepel a katonaság, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanulna tovább katonai logisztikai szakon. Ő jelenleg a kiképzésen vesz részt, és a későbbiekben is ezen a pályán képzeli el a jövőjét. Reggelente van katonai testnevelés, utána pedig eddig általában tantermi oktatások voltak különféle témakörökben, és akkor a héten pedig fogunk menni majd lövészetre. Az újkori katonai toborzás 20 évre tekint vissza. Nagy Zoltán szerint a célközönség elsősorban a feltörekvő generáció. Az alezredes kiemelte, a régióban élők nagy számban jelentkeznek a hadsereghez, köztük pedig egyre több a fiatal. Borsod megyében beszámolhatunk egy nagyon komoly érdeklődésről. Évről évre 1500-2000 fő az, aki felkeresi a toborzó ügyfélszolgálatunkat, de volt olyan esztendő, hogy meghaladta az érdeklődők száma ezt a létszámot, és azt kell látni, hogy Borsodból mindig is sokan jelentkeztek katonának, de ha csak az utóbbi 5 esztendőt vizsgálom, 1100 fő vállalt katonai szolgálatot. A Magyar Tartalékosok Napja alkalmából Kocsis Gábor András tartalékos századosnak és Bacsinszki Balázs tartalékos zászlósnak munkája elismeréseként oklevelet adtak át. Poyák András ezredes elmondta, a tartalékosok az elmúlt években számos alkalommal bizonyították felkészültségüket katasztrófavédelmi és határvédelmi feladatok teljesítése során. Emellett nemzetközi küldetéseknél is helytáltak. A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerében nem csak az egyetemistáknak, minden magyar állampolgár, minden 18. életévét magyar állampolgár nagyon szívesen látunk, aki úgy gondolja, hogy érdekli a Magyar Honvédség, szeretné magát kipróbálni, mint katona, de elsősorban természetesen akik szeretnének az ország biztonságához pluszban hozzátenni. A tartalékos szolgálatra nem csak a Miskolci toborzó irodán, hanem egy az egyetemen fenntartott ügyfélszolgálati irodán keresztül is lehet jelentkezni. Október 10-én kicsik és nagyok együtt alkottak a Gyermekek Háza Kézműves Ház Tökös Családi Játszóházában. Idén összesen 7 műhelyben folyt a munka. A Tökös Családi délutánon a főszerep természetesen a tökfaragásé volt, amit két teremben végezhettek a gyerekek, szüleik és a műhelyvezetők segítségével. A további termekben az apróságok őszi dekorációkat készíthettek. Alkothattak például ajtódíszeket, Halloween macskát, üveg madárijesztőt és levéllenyomást. Matos agyagedényt is. Szüreti kavalkádot tartottak a Füzike tagovodában október 7-én csütörtökön. A gyerekek verssel, tánccal és mondókákkal készültek a műsorra. Szőlőfürtök sorakoztak a Füzike tagovoda udvarán. Idén is megrendezték a már hagyománnyá vált szüreti kavalkádot, aminek a célja a hagyományőrzés, a népi kultúra megismertetése, a családokkal való kapcsolattartás, illetve a közösségépítés. Az apróságok bevonulása után a tagovoda vezetője Zavacki Tímea köszöntötte a vendégeket, majd a gyerekek ünnepi műsora következett. Az óvodások a szüretről szóló versekkel, mondókákkal és dalokkal készültek az eseményre. Az ünnepi műsor után bemutatkozott az óvoda táncház csoportja, majd ezt követően a családokat is táncházba invitálták. A táncház után a szülők segítségével kezdődött el a szőlő szüretelése, a darálás, a préselés és természetesen a mustkóstolása is. A rendezvény zárásaként kisebb lakoma várta a kicsiket és nagyokat az óvoda udvarán. Újabb győzelemmel zártak a kék-sárgák. Október 10-én vasárnap az MB3 keleti csoportjának 11. fordulójában a Color City Kazincbarcika SC hazai pályán fogadta a Jászberényi FC együttesét.
A Color City Kazincbarcika SC kékben, a Jászberényi FC pedig pirosban lépett pályára. A Barcika már a mérkőzés első perceiben próbálkozott a gólszerzéssel, viszont az első találatra a 27. percig kellett várni, amikor is egy szabadrúgást követően Heil Walter fejelte a kapuba a labdát, ezzel megszerezve a vezetést. Ezt követően ugyan a Jászberényi csapat is próbálkozott, de nem járt sikerrel. A 45. percben egy barcikai labdaszerzést követően a leshatárral mozgó Lackó kapta meg a labdát remek ütemben. A jászberényi védők nem tudták megállítani a barcikai játékost, aki magabiztosan a kapuba juttatta a játékszert. A második félidőben sem kellett sokat várni, hiszen az 51. percben a Schildkraut ellen elkövetett szabálytalanság miatt megítélt 11-est Ádám Ferenc értékesíteni tudta, így a kék-sárgák csapata megszerezte harmadik találatát. A 61. percben újabb barcikai gólnak örülhettek a szurkolók, ezúttal 9-es számmal Szabó Balázs talált be a jászberényi kapuba. A mérkőzés végéig nem is változott a játék állása, így a mérkőzés végeredménye Color City Kazincbarcika SC, Jászberényi FC 4-0. A Color City Kazincbarcika SC csapata legközelebb október 17-én a Deac otthonában látogat. Itthon október 20-án a BKV Előre csapatát fogadja majd. Híreink végén hallgassanak meg egy közleményt. A MOL Magyar Kupa 2021-2022-es sorozatának negyedik fordulójában, október 28-án a Mercantil Bank Ligában szereplő DVTK együttesét fogadja a Color City Kazincbarcika SC. A legjobb 16 közé jutásért zajló mérkőzésre két körben szerdán indul az elővételes jegyértékesítés. Október 13-a és 15-e között a Color City Kazincbarcika SC bérletes szurkolóinak van lehetősége bérletenként maximum 4 darab jegy vásárlására. Október 18-ától a bérlettel nem rendelkező kazincbarcikai szurkolók vásárolhatnak személyenként maximum 4 darab jegyet. A mérkőzésre online jegyvásárlásra nincs lehetősége a hazai szurkolóknak. A jegyek a Mezei István Művészeti Központ jegypénztárában nyitvatartási időben vásárolhatók meg. További információt a www.kodonline.hu weboldalon olvashatnak. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Virágos erkélyeket, társasházakat, közintézményeket, vállalkozásokat és gyermekeket díjaztak. Véget ért a Tiszta Virágos pályázat. Rally 2-es bajnokság Kazincbarcikán. Közel 100 autót várnak a versenyre. Idősek hónapja alkalmából adott nagy sikerű koncertet Zorán. Teltház fogadta a Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művészt. A Color TV híradóját látták. Műsorainkat, híreinket a Color Line-on találják meg. Híradóval legközelebb egy hét múlva csütörtökön jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!